Ebben a filmtöri leckében a modern filmről lesz szó. Ez a filmtörténeti korszak 1955 és 75 között volt jellemző. Először teszünk egy körbetekintést, mi történt 1966-ban Bergman Persona című filmjének születésének évében, filmes szemszögből. Utána végigvesszük, mik a minimalista filmforma jellemzői, majd elemezzük Bergman Persona című filmjét, ami bővelkedik pszichológiai vonatkozásokkal. Ezután a naturalista filmforma következik, és zászlós hajója az olasz La Dolce Vita, azaz az édes élet Fellinitől. Legvégül pedig a japán Ozu tokiói története következik, ez a minden szempontból nagyon távoli kultúra, ország, nyelv, mégis emberi, ezáltal érthető számunkra. Ozu meditatív állapotba visz minket egyedi történetmesélési és filmnyelvi stílusával. Én Lilium Emese vagyok, vágó, és ez itt a filmes alapozó műhely sorozat egyik leckéje. Tarts velem!